kör az nekem egy ilyen nagyon ilyen nehéz téma, mert én ennek úgy írtam a dalszövegét, hogy hajnal kettőkor így kipattantam az ágyból, és akkor most így kiírom magamból, ami bánt. Nagyon nehezen boldogulok így az önelfogadás témájával. Szerintem a dalszövegek azok nálam legalábbis ilyen saját tapasztalatokból íródnak, tehát hogy én mindig a saját életemből merítek ihletet. Abból ez a szám arról szól, hogy minden, amit így nem kedvelsz önmagadba, kiáramlik, és akkor megformálsz fel egy dühöt, amit így kiadsz, és igazából utána jobb lesz. Bocsi, srácok, de ez ilyen girl power zenekar, de ezt is tudjátok. Ilyen 12 évesen szerintem mindig arról álmodtam, hogy majd valami ilyen femrockos bandám lesz. Nagyon sok srác is kedveli a zenénket, szóval itt a zene szerintem így kárpótolja a maszkulinitást az egészbe. Alapjában véve nem nagyon hallgattam lányzenekarokat, és így nem is volt régen ez a fejemben, hogy így több lány legyen egy zenekarban, amiben így benne szeretnék lenni. De aztán valahogy mégis így alakult, és igazából ennek örülök, és szerintem nagyon jól ki is jövünk, és most már így magaménak érzem, és közel áll hozzám, úgyhogy... A fő riffével a számnak egy ilyen Rage Against the Machine-es hangzást akartunk így elérni, tehát hogy az ilyen alter pop-rock számhoz hozzá akartunk venni valami zúzósabbat. Én mindig azt mondom, hogy mi vagyunk Magyarország első gumimaci grunge zenekara, mert hogy olyan nagyon cukik vagyunk, meg büdös zenét játszunk, és akkor ez így valahogy így össze kell így adni. Alapvetően jó a hangulat, dalírásnál is mindig mindenki megmutatja az ötletet, tök sokszor nagyon hasonlóra gondolunk, nagyon hasonlóak az ötletek. Néha vannak érdekes megfejtéseink, főleg, hogyha a lányok küldenek be valami témát, mert ez egy gitárt hangolni megtanulhatnátok, köszi. Júniusban most lesz egy bulink alattancsadás, leszünk az Ari zenekara Debrőden. Ez pedig egy tök jó ugrás előre. Nem, de igazából szerintem azért ilyen jó ez az egész, mert már így nem csak barátok vagyunk, meg nem csak ilyen zenésztársak vagyunk, hanem már annyira össze vagyunk szokva, hogy szerintem egy kis család vagyunk. Igen. Szóval nagyon szeretjük egymást. Elfogadtuk egymást. Már tudjuk kezelni egymást. Igen.